Konyhádon az 1956. október 23-ai eseményeket a Perczel Mór szakképző iskola diákjainak műsora elevenítette fel az ünnepi programsorozaton. Ezrek és ezrek az utcán, nem lehet ráismerni Pestre. Az égen 100 csillag hunyorgott, lenézett egy-két vörös fényre, csattant, kiáltott a jelszó, a rabságnak már legyen vége. Tegnap még sejme szőke helyett simogatta szelíd anyai kéz. Ma fegyverrel a kezedben a barikádra mész. Tegnap még féltél az iskolában, hogy a leckét nem tudod jól. Ma orosz túlerővel szemben a géppisztolyod szól. Csak 14 éves voltál, vézna, kék szemű gyerek. Bekiáltottál a konyhába. Anyu, most tüntetni megyek. Olcsó mackó ruhát viseltél, megtalpalt iskola cipőt. Emléked azóta már csodás legendává nőtt. Mert soha, soha a világon még nem harcolt ilyen sereg, halált megvető bátorsággal, ennyi gyerek, magyar gyerek. Nagy a haza iránt érzett szeretet ad erőt ahhoz, hogy továbbra is megőrizzék Magyarország és a magyar nép függetlenségét mindenféle elnyomó diktatúrával, idegen kultúrával szemben, hangsúlyozta ünnepi beszédében Bonyhád polgármestere Filóné Ferenc Ibolya. Szikrázó fényekkel teli szép őszi nap volt. Egy fővárosi gyár dolgozói reggel munkába siettek. Az üzemhez érve arra lettek figyelmesek, hogy a kollégák közül sokan még nem mentek be az épületbe. A kapura helyezett röplapokat olvasták, mindenki arról beszélt. A legtöbbük csodálkozott, mert az ajtón korábban csak a szocialista munkaverseny tervtáblázatai voltak kifüggesztve. Igaz, azok miatt nem igen állt meg senki, mert mindenki tudta, hogy ami rajtuk szerepel, az hazugság. A friss papírárdat mindent eltakart. Egy dolgozó bátran kiállt a többiek elé, és így összegezte valamennyiük véleményét. A hazugságokat valakik igazságra cserélték. Akkor a kapuajban állók még nem tudták, hogy épp a történelem kellős közepén állnak. De torkukban dobogó szívvel és lélekkel, tenni akarással mintázták az eseményeket. Tisztelt hölgyeim és uraim, kedves emlékező bonyhádiak, a hazugságokat valakik igazságra cserélték. 1956. októberének igazsága egy a milliók szívében régóta ott rejtőző közös felismerésből született meg. A diktatúrát, amely megnyomorította a benne élők lelkét is, Magyarország polgárai megelégelték. Megelégelték a sztálinista terrort, az álmokat semmibe vevő rezsim aljasságát, féktelenségét, embertelenségét. Torkik voltak a kilátástalan szegénységgel, az országot tönkretevő elvtársias hozzávenértéssel, a megfélemlítés véres politikai valóságával. Ezért bukott meg 1956. októberében először, majd 1989-90-ben pedig végérvényesen a kommunista-szocialista rendszer. Mi volt a világforradalmárok rendszerének legalapvetőbb hibája? Az, hogy hazugságra épült. Hazugság volt minden, ami a mikrofonokból, a rádióból szólt. Erről való Törkény István egy vele készült interjúban 1974-ben. Mikor megindult a Szabad Rádió, behívtak a parlamentbe, mert akkor onnan adták a műsort. És a rádió új igazgatója megkért, hogy írjak egy bevezetőt az indulóadáshoz. Mondtam, hogy szívesen. Ott megírtam. Így kezdődött. Hazudtunk éjjel, hazudtunk nappal, hazudtunk minden hullámosszon. Milyen ismerősen hangzik ez a mondat. Talán legtöbbünknek nem az eredeti Örkényi gondolat éget be a lelkébe,
hiszen akkor még meg sem születtünk, ezért nem is lehetünk részesei az akkori eseményeknek. Sokkal inkább az 50 évvel később elhangzott mondat, amely napjainkban is kísért minden jó érzésű magyar embert. Mint ahogy kísért 2006. októberre is, amikor Budapest utcáin ismét vérfolyt. Bonyhád polgármestere arra kérte a megemlékezőket, soha ne feledjék a kis embereket, szüleiket, nagyszüleiket, akik végig küzdötték a háborút, túlélték az 50-es, 60-as évek nincstelenségét, akik minden nehézség ellenére kitartásukkal lehetővé tették, hogy ma egyáltalán emlékezzenek és Magyarországról beszélhessenek. Az emberek önmaguknak is hazudtak. Titkon azt remélték, hogy valaki kimondja az igazságát. Várták, hogy az akkori hatalom a népet végletekig kizsigerelő, magyarságában megalázó kommunista rendszer semmivé váljon. Az idegen hatalmakat kiszolgáló kormány ellen a mélyben izzott a gyűlölet parazsa. A szikrát a fiatalság bátor fellépése adta meg. Hitüknek, önfeleldozó bátorságnak volt köszönhető, hogy a félelemben élő Magyarország felemelte a fejét, a megalázott népből újra történelmére, kultúrájára büszke nemzetté vált. A békésen indult budapesti tüntetés szervezői az egyetemek és főiskolák hallgatói voltak. Az 1956-ban 15 pontban megfogalmazott követeléseik alapja a szabadság, egyenlőség és testvériség megteremtése, a polgári átalakulás és a nemzeti függetlenség békés kivívása volt, amely a 48-as 12 pontra épült. 56 hőseinek tiszteletére a helyi művelődési központ előterében tájékoztató mini kiállítás tekinthető meg november elejéig. Bonyhádon az október 23-ai ünnepség végén fáklyás felvonulás kíséretében megkoszorúzták az iparos udvari, a régi községházánál és az országzászló mellett található emléktáblákat. Az 56-os forradalomra és a mártírokra emlékező programok üzenete az utókor számára az, hogy öröklött értékeink védelme közös jövőnk zálogát jelenti.